Sziasztok! Szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én itt vagyok a Lukasszel, ahogy látjátok. Ja, szervusz, most köszöntél. Együtt köszöntünk. Itt van a Davis is, ahol éppen játszik. És nem más fogunk csinálni, mint egy bűvész félefajta trükköt a Lukasszel. Ugyanis van egy trükk, ugye régebben szoktam csinálni trükköket, ilyen bűvész trükköket. Ja, és nem tudom, hogy mi történt, de abba hagytam ezeket a trükközéseket. Rettentő régen nem töltöttem fel ilyen bűvész videót. És múltkor mondtam a Lukasznek pár napja, hogy van egy trükk, nagyjából elmagyarázta neki, hogy milyen ez a trükk, és azt mondta, hogy ezt nem ismeri egyáltalán. Én mondtam neki, hogy szerintem már láttad a YouTube-on. Biztos nem láttad a YouTube-on? Nem. Úgyhogy ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint megmutatom a Lukasznek ezt a trükköt. Aztán majd elárulom neki végül is, hogy hogyan működik, hogyha nem jött rá belőle. Nem más fogunk csinálni, mint kell egy vizes üveg. Egy olyan vizes üveg, képzeld el, ami megvan, nincs megbontva. Vágjál, ide bejöttem ide. Mi ez, kamra? Vagy minek hívják ezt? Kell egy ilyen vizes üveg, látod? Ami tele van vízzel, és nem más kell hozzá, mint egy ilyen 50 centest, látod? És ezt az 50 centest ebbe az üvegbe bele fogjuk úgy varázsolni, megmutatom, hogy hogyan, várjál. Ki iszje? Senki nem iszje, hanem csak kibontjuk. Várjál, hol kéne? Ide lerakom a kamerát, hogy jobban lássatok. Gyere, üljél ide lemellém. Tehát itt vagyunk, nem más kell hozzá, mint egy ilyen 50 centes, amit ide berakok a hátsó zsebembe. Várjál, mutatom, ide. Várjál, itt látod? Opa, még egyszer. Berakok ide a hátsó zsebembe. Nincs a kezembe semmi se. Nekem se. Neked se. Na rá, hogy nincs, mert nincs rá a trükköt. Ebbe bele fogom varázsolni, ebbe hogyan? Az üveg. Hogyan? Annyit kell csinálni, hogy ki kell bontani az üveget. És én iszek? Nem iszel. Várjál. Mutatom még egyszer. Itt van az 50 centes a zsebembe. Ez az 50 cent belefér? Nem. Nem fér be, sehogy se, látod? Sehogy se nem fér bele. Képtelenség lerakni alulról, akárhonnét egy rendes üveg. Úgyhogy... Mi történt? Közben itt van a Davis és valamit kérdezte, hogy mi történt az Xboxon. Megcsináltuk az Xboxot közben. Tehát ez az 50 centes belefér? Nem fér bele. Nem, egyáltalán. Én se tudom. Te se tudod. Ez egy rendes teszted le. Belefér? Nem. Nem. Komolyan majd... Na, nézzél bele, rendes üveg. Ja. Na. Akkor figyeled, én itt kezemben nincsen semmi se. Így lefogom. És abrakadabra bele fogom így varázsolni, okay. Jó? Figyeld! Ma mindjárt meglátod. Abrakadabraka! Nézzél bele, benne van? Rendben vagy, Lukasz? Az 50 centes nem ment bele, de azt mondtam, vicces volt. Lehütöttük magunkat, amúgy van vagy 35 fokint biztosan. Nem ismerted ezt a trükköt? Komolyan mondom, a YouTube tel van, vagy tel volt régebben ezzel a trükkel. Úgy van, hogy azt hiszem, hogy össze kell kicsit takarítani, és tiszta víz lett az asztal. Várj meg a kamera, hara is. Pucoltuk a kamerát, remélem fókuszban vagyunk. Mutatom, látod, ilyen tiszta víz lett minden, úgyhogy most össze kell takarítanom. De, amúgy kint komolyan mondom. Mit? Mit? Te mit? Csinálod azt, én nem csinálom azt. Nem, én takarítom. Mi hova megyünk? Megyünk játszani. Mindjárt kell, el kell takarítanom, rendben van? Mi? Jó, ez az Angry Bird játék. Lukasz, addig mutasd már neki, hogyan működik. És a Davis nem tud még rendesen ugye játszani vele. Amúgy múltkor ugye mondtam nektek, hogy lesz egy átverés. Ez volt az egyik átverés, de ezen kívül majd lesz. Csak azt még senki nem tudja, de ha már tudják. Én azt hittem komolyan mondom, hogy a Lukasz ismeri ezt a játékot, de ezek szerint nem ismert. Nem is játékod ezt a trükköt. Végülis ez nem bűvész trükk, mert az 50 centes ugye nem tud belemenni. Ami volt egy ilyen trükköm, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, vagy nem. Ugye az 50 centeset beleraktam ugye az üvegbe. Nem ebbe az üvegbe, hanem ilyen rendes üvegbe, abba a sörös üvegbe. Bele 20 centet azt hiszem, nem? Na mindegy, amúgy ki emlékszik ezekre a bűvész trükkökre, hogyha igen, akkor melyik volt a kedvenc bűvész trükkötök, mikor csináltam ezeket a trükköket? Ugye volt, nagyon sokat csináltam annak idején, még a régi helyen laktunk, abban a másik házban, nem a lakásban, nem a házban, hogy aki régóta nézi a videókat, vagy az ideje, azok biztos, hogy emlékeznek rá. Nekem volt egy pár kedvencem, a YouTube-on fenn is van egy pár, és mit csinálok? Jaj, törölközőt, össze kell takarítani az üveget, mármint a vizet. De ahogy mondtam, nagyon meleg van ma kint. Azt mondták, hogy a megszokottnál melegebb van, képzeld el.
ma is, tegnap is, meg még holnap is. Ami azt jelenti, hogy majd el fogunk tudni menni valószínű úszni, vagy hajózni, hogyha még mindig meg lesz a hajó, és valószínű, hogy majd jönnek érte, vagy holnap, és elviszik, már a jetki az megmarad. Na viszik egy ilyen, látod, ilyen törölközőt aztán. Ilyen strandos törölközőt. És nem strandolni megyünk, hanem takarítani. Hajtá! Na minden. Ha legközelebb megyünk a moziba, akkor a Lucas választ filmet. Bár mindig a Lucas választ filmet. Na minden. Csak ilyen kárpótlásért gondoltam. Hajtá! Na mi a helyzet? Mi a játszol? Megint ezzel a Robloxzal? Most te építesz megint? Ja. Vagy pedig csak játszol? Mind a kettő. Mindenki játszik. Én is ahogy mondtam kint, a nagyon már megvan, és senki nem akar kimenni az udvarra. Ja, megyek, hoppá, segítek neked. Mi történik? Látod, nem tudom, hogy mi baj van az irányítónak ennek az Xboxnak, ugye ez ilyen ellemes. És állandóan kikapcsol, egy ilyen 5-10 perc után kikapcsol. Nem az ellem a baja, ugyanis kicseréltük benne az elemet vadonatújra, és így is kikapcsol. Valakinek ha valami ötlete, ide a videó alá nyugodtan megíratjátok, hogy nem másra játszunk, mint az Angry Bird-del, csak a kamerán nem lehet látni semmit. Úgyhogy játszunk egy kicsit, aztán majd folytatjuk tovább. Na, játszottunk egyet, ugye most iszok egyet. Amúgy azért gondoltam, hogy ma csináljuk meg ezt a vizes trükket, mert ahogy mondtam, meleg van kint. És ilyen melegben nem nagyon ajánlott, hogy kimenjél, azt mondták, hogyha ki is mész, akkor nagyon sokat kell inni. Ugye nagyon sok vizet, hol a víz? Benn itt, ahonnét hoztam. És nincs a ütőben, amit lesz, hogy rakni a ütőben, de azt mondja, hogy elfogyott a ütőből a víz. Azt mondják, hogy ilyenkor rettenetesen sokat kell ugye inni. Menj egy nap alatt hány liter vizet meg kell innod? Valami egy vagy két liter, nem? Vagy mennyit kell naponta meginnod? Na minden, minél melegebb van, annál többet. De azt mondják, hogy ha meleged vagy, és nagyon szomjas vagy, és hogyha meleget iszol, meg egy meleg teát, akkor jobban elmegy a szomjad, mint hogyha innál egy hideg vizet. Na minden, majd kipróbáljuk. Ugye én meleg teát reggel szoktam csak inni, meg kiskoromban meleg tejet, de rattentően nem szerettem, anyukám mindig rám erőltette. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de a tej az hidegen jó, csak ezen átad, mutatom, próbálom nyitani az üveget. Na, még leöntem magamat. És a tej az hidegen, a teja meg melegen. Jó, kivéve az ice tea, ugye a jeges teja, az nem jó melegen. Azt mondja Davis, hogy Minecraftot akar játszani. Megtaláltad? Hát az nagyon jó, hol vagy? Megvagy. Aha, ott, látod? Amúgy itt vannak a játékok, látod, ez az Xbox, ez a 360-as még, és itt van nagyon-nagyon sok játék, és a Davis ki tudja választani, hogy melyikkel akar játszani. Ja, de egy játék, látod, ez pont nem működik, ez nem működik rajta. Ez nem dolgozik, ez nem működik. Hát, ha te mondod, szerintem nem dolgozik. Na, próbáljuk meg. Nyomjál rá. Ups, na mi történik? Semmi. Látod? Nem dolgozik. Lehúzzuk a rólót, és akkor besüt a nap. Közben elért oda a nap, most már lehet látni, de elért oda a nap az ülésre. Aj, te! Még mindig itt van, hogy ez a nyár, még meddig lesz nyár? Még körülbelül egy hónapig, ugyanis március 1-től jön az ősz. Megvagyunk. Jön az ősz, aztán jön egy kicsit a lehűlés. Egy kicsit talán jobb lesz, nem lesz ez a nagyon nagy meleg, ugye? Mit csinálunk? Mivel játszunk? Xbox One. Aha. Ez nem az Xbox 1-es, ez az Xbox 360-as. Xbox 360. 360. 360. Ja, 360. Ott megnyomjuk azt a gombot. Várjál. Jobban megnyomjuk azt a gombot. Ahogy nem tudom, hogy miért csinálták ezt az irányítót ellemesre, a PlayStation-é, ugye a régié, az ilyen bedugós, tehát lehet tölteni. Ezt külön kell jelenleg töltős ellen. Hogy miért? Nem tudom. Azért, hogy több elemet lehessen vásárolni, hogyha bennél egy... Az nem működik! Ugyanerre akar megint rányomni, látod? Az előbb mondtam, nyuszi, ez nem működik. Ne nyomjál rá! Olyan nézzél, látod, mit csináltunk az nyakhálóban, hogy betapasztottam múltkor a feleségem, ugyanis ki vannak lukadva, és ilyen dupla falú ragasztóval beletagazva. Ez abban jó, hogy este nem jön be ez a pici bogár, ami nagyon csíp meg a szúnyog. Úgyhogy most egyelőre így marad. Ugye amit akartam nektek mondani, képzeld el a múlt, hogy csináltuk ezt a heliumos lufit, amit felküldtünk, és ugye nem működött. A múltkor, nem múltkor volt, az most volt. És utána néztem a dobozt, ugye mondta, hogy nem akarja felemelni a kamerát, és nem működött rendesen. Utána néztem azért, mert az van rájel a dobozra, hogy fele hélium, a másik fele meg levegő.
Úgyhogy a kettő össze van keverve, úgyhogy azt hiszem, hogy rossz palackot vettem, és azért nem akart semmit felemelni rendesen, legalábbis én azt hiszem. Ugyanis van másik fajta palack, ez a rendes hilliumos palack, de én azt hiszem, hogy tényleg a rosszat vettem, mert a dobozára az van ráírva. Na mindegy! Úgyhogy azt hiszem, hogy mi most játszunk tovább a Davis-szel ilyen Minecraft-os játékot meg hasonlókat. Ma semmi érdekeset, amit nem csinálunk, de ugye ahogy ígértem nektek, mostantól van minden nap videó, legalábbis majdnem minden nap. Tehát valamikor ugye hosszabb videó lesz, valamikor rövidebb, valamikor érdekesebb, valamikor nem érdekesebb, ilyen mindenféle fajta videó lesz ugye a csatornán, és remélem, hogy mindenkinek ugye fog tetszeni, hogy meddig egész pontosan nem tudom. Várunk egy hetet vagy kettőt, és majd kiderül ugye, hogy tudom csinálni ezt az iskolát is közben, mert mi ugye mindig van belőle vissza, ugyanis az ünnepek alatt egy karácsony meg új évvel nem sok mindent csináltam, és mindig sok minden megmaradt, hogy azt be kell fejeznem, hogyha tudom rendesen csinálni, akkor rendesen lesznek ugye videók, meg mindenféle fajta dolog. Amúgy van sok tervem, hogy milyenféle fajta videókat akarok majd csinálni, úgyis van sok ötletem. Úgyhogy én ezt a mai videót itt most lassan befejezem. Ne felejtjétek, hogyha tetszett a videó, és még nem vagytok feliratkozva, akkor nyomjatok egy ilyen feliratkozás gombot, és egy lájkot, egy szeretést ugye erre a videóra, hogy minél előbb elérjük ugye a 100 000 feliratkozót, bár az ugye feliratkozást kell nyomni, hogyha ugye nem vagy feliratkozva. Úgyhogy, már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani, holnap folytatjuk tovább, sziasztok!